A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai számára Katona József Bang Bang című drámája ebben a tanévben bizonyára sokkal több, mint egy kötelező olvasmány. A diáknapon mindannyian részesei lehettek az előadás premierjének, így az irodalomórákon egyszerűbb lesz majd megérteni a mű történetét és bonyolult nyelvezetét. A színjátszókör a diákok kezdeményezésére 2011-ben jött létre az iskolában. A csoport tagjai gyakori fellépői a városi rendezvényeknek. Két évente Gyulára, az Erkel Diák Fesztiválra is elutaznak. Az elmúlt évben Tasnádi István Rovarok című produkcióját mutatták be, amit a zsűri külön díjjal jutalmazott. Az idén a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 25 tagú csapat a Bencsvillában is fellépett. A művet Szabó Borbála dramaturgát dolgozásában állította színpadra a színjátszókört vezető Ferrú Csaba és Mikó Gyöngyi. Vannak benne olyan problémák, amiről nagyon sokat kellett beszélni, hogy megértsék, hogy egyáltalán mit is játszanak. Inkább azt mondanám, hogy a nagy terjedelem okozott nagyobb gondot a diákoknak, hisz mi nem drámatagozatos iskola vagyunk, a gyerekek valóban amatőr színjátszók, akik a délutáni szabadidejüket áldozzák fel, és készülünk nagyon sokat ezekre az előadásokra, de nagyon lelkesek, szívesen vesznek részt ezeken az órákon, és mindez úgy gondolom, hogy a produkción is meglátszik. A Bang Bang-t alakító Ince Ákos már 4 éve tagja a színjátszókörnek. Bár az idén már érettségizni fog és egyetemre készül, szabad idejét mégis szívesen tölti szövegtanulással és próbákkal. Úgy gondolja, az ott tanultakat az élet más területein is sikerrel használhatja. Ezt magamon érzem, hogy jobban tudok kiállni, nyíltabban tudok beszélni bármiről. Ez szinte minden órán egyszerűbb, hogyha kihívnak felelni biológiába, még a endoplazmatikus retikulumot is szebben mondom ki. A következő tanévben ismét a Gyulai Fesztiválra készül majd a színjátszókör, ahol egy vidám, fiataloknak szóló előadással fognak fellépni.